Sziasztok srácok, Ricci vagyok, itt vagyunk újra a CMT a V2-n. Láthatjátok, a Ferrari még mindig megvan. A mai videó az megint nagyon érdekes lesz, mivel megint egy frakcióról fog szólni az egész. Méghozzá az NNI frakcióról. Mit tudni kell rólunk, hogy sikeresen TGF-eltünk az NNI-be. Közben nézem, mit rádióznak. Kihallgattak minket így, kérdeztek egy-két dolgot, és utána bemutattak mindent, és akkor már kezdődhetett is az egész. Olyan nem volt, hogy mondjam nektek, nekem nagyon furcsa volt az elején, nem voltam még rendvédelmi frakcióba, és ugye ilyen kódokkal kell itt beszélni, ugye kódokat meg kell nekünk tanulni, mert ha nem tudjuk, akkor igen nagy gáz van. Úgyhogy nagyon magányom az a hely. Gyors bedutizunk, aztán beszélek kicsit a frakcióról. Jó, nem megyünk ilyen lassan, már sose érünk oda, viszont a duti helyet mindig meg kell keresnem, de azt hiszem itt lesz. Jó, igen. Igen, bedutiztunk. Magamra kapom ezt a skint, de hát ugye ezt meg lehet változtatni. Fél 21, szia! Nem tudod adni. Szólok neki, hogy ezt magamra szeretném kérni, NNI miatt, és akkor már kapom is. Húva, gáz volt. Ugye ami jár az NNI-hez, az egy... Oh. Köszönöm. Mert ami jár az NNI-hez, az ilyen MP5. Basztus, nem tudom lerakni kívül az egerembe. MP-t hozzá egy előszerek. Nincs. Desertigű, és van egy sokkoló, amit szerintem összekevertem, mert ide megy a Dezi, és ide megy ez. És persze a jelvényem. Jelvényem az még gyakornok, NNI hashtag 002-es ügynök vagyok, ami nem csak gyakornok, sajnos. Lesznek olyan videók, hogy ilyen üldözések, de lehet az olyan lesz, hogy nem beszélek benne, hanem csak lássátok azt, hogy RP-zünk, stb. Ez szerintem sokkal jobb, izgalmasabb lesz az egész frakció. Már voltak nagyobb üldözéseink, vagyis hát volt egy nem üldözés volt az igazából, egy lebuktatás. Ugye a mi hatáskörünk a fegyverek, drogok, stb. Mi nem igazoltathatunk olyan szempontból, hogy nem büntetettünk meg titeket lámpával, nem büntetettünk meg titeket ilyen egyéb dolgokkal, az a NAV meg a rendőrség hatásköre. Nekünk csak a fegyverek volt, egy lebuktatásunk, 1500 M4 lőszert buktattunk le. A srác kapott nagyon sok bírságot, mert ugye ugyan a lőszernél azt hiszem, hogy 10.000 forint a büntetés per darabra, és 1500 volt nála, hát szegény nagyon megszívta, utána meg kapott fegyházat, és vittük a fegyházba, nagyon kemény volt, vittük a fegyházat, így konvojba mentünk. Nekem nagyon tetszett, az full izgalmas volt nekem tényleg, de ugye akkor jöttem be, akkor még annyira nem vágtam, hogy mit kellene csinálnom. Most már azért a kódokkal úgy, ahogy tisztában vagyok. Jelen pillanatban ugye nincsenek fel sokan, azért most nem lesz semmiféle akció, semmilyen járőrözés, lebuktatás. Ez majd a későbbiekben. Úgyhogy most egyelőre ellen is vagyok. Remélem tudok nektek minél több izgalmas videót csinálni. Amint lesz ilyen akció, már videózom is, összevágom, és ilyen nagyon izgalmas cuccos fogok belőle csinálni nektek, hogyha van rá igény persze. Az NNI-nek vannak elég patent kocsi, ugye kocsit még nekem nincsen kocsim, ezért még annyira nem jó így az NNI-be. És hát nem úgy mondom nem jó, hanem mindig csatlakoznunk kell valakihez, de például azért is tudtunk volna lebuktatni valakit, és nem volt fenn senki, akivel le tudtuk volna buktatni, és azért nem tudtuk, mert egyszerűen saját kocsival nem mehettem én oda ki. Aztánja. Na jó lenne egy saját kocsit az NNI-ből, de hát majd ugye a rangtól függ, az egész,
aztán kész. A frakcióban amúgy nagyon rendesek itt az emberek, itt nem bunkoskodnak, flagmáskodnak egymással, hanem nekem is segítettek, hogy a legelején mindig mondtam az ott, hogy nem igaz, hogy nem tudod már a kódokat, hanem mondták azt nekem, hogy nyugodtan kérdezzek bárkitől, segítenek, stb. Stb. Ugye a kódok ki lesznek majd kérdezve, ilyen, hogyan mondjam, feltesz egy kérdést, és akkor el kell neki mondanom kód alapján ezt az egészet. Úgyhogy, ja. De amúgy nagyon vagány volt, volt ilyen bevetés, és hogy mondjam, ilyen álca volt az, hogy volt, aki támadott, volt, aki védett. Ugye Jefferson Hotelben játszottuk ezt az egészet, és sokkolóval kellett, akit lesokkoltak, ugye az magyarul meghalt. Tehát az nagyon tetszett, az amikor bejöttünk a legelén, azzal ment el, és így mentünk ezzel a nagy autóval, fenn voltunk rajta hatan, azt le kellett volna videóznom, hatan, hát nem nyolcan, azt le kellett volna videóznom, mert az tényleg izgalmas volt, meg nagyon jó volt, csak az elején ugye, meg tényleg nem tudtam semmit, azért hagytam is. Úgyhogy srácok, ellenések vagyunk, mindannyian meghallgattak minket itt, és felvettek minket. És hát próbáljuk lebuktatni az embereket, fegyvereseket, stb. Aki esetleg néz minket és őt buktatunk le, az nehogy üzének vegye. Nehogy így megharagudjon ránk, mert most üzéjel kaptuk, vagy valami. Nem, hanem vegye egy RP-nek, mert igazából az igazban is benne van az, hogyha most elkapjuk, akkor ez van. Mert van olyan, aki megharagudott rám, mert mit tudom, mit csináltam neki, ilyenek. Aj, mondom. Na. De tényleg ne vegyétek annak, mert nem annak lányuk. Nem azért, mert néztek és akkor behagyból üzé. Az önöket amúgy sajnálom, akik el is kapni őket, akik néznek minket, meg ugye rendesek. De hát, ez nekem muszáj, mert például ott van mellettem valaki, akkor ugye el kell kapni. Úgyhogy ja, nagyon tetszik, majd megláttok róla a videót, eszméletlen jó az a kis frakció, de ugye ugyanilyen jó a rendőrség is. Navis, csak ott annyival jobb, hogy lehet igazoltatni. Ugye igazoltasz, megállítod, stb. Ezért aztán jobb. Ilyen szempontból. De itt meg ugye teljesen úgy néz az egész, hogy hogyan mondjam nektek, hogy senki nem tud semmiről. Most ugye IC nem tudjátok azt, hogy én ezen is vagyok. De amúgy itt videóban látjátok, csak az a baj, sokan kiemgézik ezt. De hát nem baj. És srácok, ellenében vagyunk. Videók hamarosan érkeznek róla, amint lesz akció, már veszem is fel, legyen benne izgalom, de ugye úgy ez a jobb lesz majd, ha lesz kocsim, és akkor én vezetek, nyomom nekem, mint az állat, aztán csapatjuk is. Srácok, remélem tetszett nektek ez a kis videó, ha várjátok a zenelés üldözéses videókat, akkor mindenkit nyomtak egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok!